Na, sziasztok! Egy újabb Sims részben a múltkori baklövés után most megpróbálunk megint férjet fogni Csillának, illetve először is meg kéne venni a pénzkukát, ami pedig... itt van valahol a kukáknál. Ez nagyon fontos, mert ebből fogjuk szerintem tulajdonképpen az összes pénzünket keresni. Na és hogyha Csilla megreggelizett, akkor el is megyünk újra a konditerembe, mivel azért elég sok pasi volt ott, szóval szerintem ott a legjobb ismerkedni. És szegény elég rosszul érzi magát, mert elaludta a hátát azon a kényelmetlen ágyon. Remélhetőleg most többen lesznek, mint tegnap voltak ebben az időben, de valószínűleg még nem, úgyhogy majd akkor lesznek igazából többen, amikor egy kis ideje már itt tartózkodunk. Igen, ahogy sejtettem, így reggel 7-kor annyira senki sincsen még itt a konditeremben. Pedig amikor én megy nagyon korán, már egy csomóan ott vannak, szóval. Na, akkor most meg is várjuk az embereket. Fönt sincs senki. Valaki, aki már végzett. Ó, egy lány, de azzal nem sokat tudunk kezdeni. Ó, jött valaki. Ó, szuper, mutatkozzunk be neki. Ó, miért lett flirty? Nem baj, most... Ó, ez egy olyan konditerem, ahol a kutyák is bejöttnek, úgy látszik. Na, azzal fogunk kezdeni, illetve flörtölősen is bemutatkozhatott volna persze, de azzal fogunk rögtön kezdeni, hogy róla megnézzük, hogy van-e valaki, mert hogyha nincsen, akkor nem ölünk bele túl sok időt. Na, szuper, most már van egy lehetőségünk, mivel már találkoztunk szerintem, illetve vele is találkoztunk már, úgyhogy egyelőre megnézzük, hogy neki bejövünk-e, hogyha már ilyen flörtölősek vagyunk. Közben a barátságet is megpróbálom fölvinni egy kicsit. Hát, csokoljuk meg a kezét így rögtön a második beszélgetésben. Megkérdezzük, mit dolgozik. Tetszik neki, hogy flörtölünk vele, ami jó, ami nagyon jó. Adjunk neki egy rózsát. De közben azért a barátságet is föl kéne húzni. Alien Goods Trader, wow. Szóval ilyen alien dolgokkal foglalkozik. Ne menj el, ne menj el. Tudom, hogy edzeni szeretnél, de itt most lesz egy nőd. Biztosan nem akarsz. Ó, meséljen a vámpír életről. Na, a következő az megint legyen valami romance. Vallja be, hogy vonzódik hozzá. Kérdezze a szerelmi életéről. Nagyon bejövünk neki, ez királyság. Úgyhogy akkor... Még friendly dolgokat mondhatunk neki, mondjuk megint megkérdezzük a napjáról, mert valószínűleg az előbb nem adott eléggé kielégítő választ erre a kérdésre, és megbeszéljük az érdeklődési köreinket, jó lenne, hogyha meg tudnánk ismerni, és tudnánk róla, hogy mik érdeklik. Seiji, ez a neve, Seiji. Nem tudom, hogy a Japánban esznek, vagy esnek ejtik el az S betűt. Szerintem esznek, úgyhogy én Seijinek hívnám. Próbáljuk egy kicsit megismerni. Hát, megpróbálkozunk megint ezzel a randi dologgal? Hát, merem remélni, hogy most jó lesz. Most elmegyünk akkor megint Csillához, úgyhogy reménykedem benne, hogy a mostani randink nem fog olyan pocsékul elsülni, mint a tegnapi. Na, nézzük is közben, hogy mit szeretne. Ezt ide is. Ja, ezt nem tudjuk ide pinelni sajnos. Az a baj, hogy nem merek Try for a Baby-t nyomni még Seijivel egészen addig, ameddig legalább odáig nem jutunk el, hogy a boyfriendünk legyen, vagy valami. Tehát, hogy ha valamiféle jele lenne legalább annak, hogy később feleségül vesz minket. Na, közben meg itt az én, megint csak a képem alatt vannak a céljai ennek a randinak. Először is ugye szocializálódni kell a randinkkal 10-szer, aztán leülve beszélgetni vele, és 3-szor flörtölni. Úgyhogy egyelőre akkor még egyet flörtöljünk, hogy az meg legyen. Mondjuk ölelje meg. Szuper, akkor ez meg is van. Akkor most azt kéne csinálni, hogy ő csinál valami kaját, és akkor közben beszélgetnek. És csinál hozzá valami salátát közben, és akkor úgy tudnak beszélgetni közben.
Ó, nagyon-nagyon bejön neki ez a... Hú, és most már tudnak csókolózni. Tudom, hogy nagyon szaladok vele, és így több a valószínűsége, hogy valamikor visszautasítja őt a pasi, de az az igazság, hogy mivel minél hamarabb be akarjuk fejezni a challenge-et, ezért fontos, hogy minél hamarabb meglegyenek ezek a dolgok, hogy meglegyen az első csók, és meglegyen a házasság, szóval próbálkozunk. Na, siess már azzal a kajával. Szuper, most csücs le. Szuper! Szuper! Na, akkor most már szerintem, most már ez is megvan, és ha leül, akkor még az is, hogy beszélgessen ülve a Randiával. Na mi van, miért nem beszélgettek? Vagy most miért nem húzza ezt le? Aha, most már ez is megvan. Passionate kiss-t kell még neki. Új, és most már meg tudjuk kérdezni, hogy a barátunk lesz-e. Kicsit aggaszt. Sajnálom, hogy nem láthatjátok egyébként itt a gólokat, mert jó lenne. Megígérem, hogy hamarosan, ha nem is a nagyon közeljövőben, de hamarosan megoldom majd a Greenbox kérdést, és akkor már nem fog látszani a hátterem, és akkor leteszem valahova majd a képemet, addig most sajnos így marad. Na, minden esetre most megkérjük, hogy legyen a barátunk. Szuper! Nagyon jó. Na. Akkor lassan odáig kéne eljutnunk, hogy be tudjon költözni. Na és akkor most mesélünk el neki egy történetet. Húszan nagyon kell pisilnie. Úgyhogy gyorsan megkérjük, és aztán utána keresünk neki egy olyat, hogy meséljen egy történetet. Az a tervem, hogy akármi is lesz a férjemnek majd a neve, azt szeretném, hogyha megtartanák a gyerekek a fekete vezeték nevet. Ja, most magának mesél ő tulajdonképpen sztorit? Így tud történetet mesélni, hogy mesél a tükörnek? De ők most tulajdonképpen egymással kommunikálnak így a különböző szobákból? De unbelievable story. Az jó lesz, mert akkor azt már neki fogja mondani, na gyerünk. Nagyon, nagyon jól állunk romantikával. Igen, most akkor ez is megvan. Kérdés, hogy tudunk-e már passionate kiss-t csinálni, de... És most mély beszélgetésbe kellene még elegyednünk. Azt szerintem ahhoz már vagyunk eléggé barátságban, hogy meg... Aha, van, itt van a mély beszélgetés. Az baj, lassan lejár majd az időnk, de most már eléggé jól állunk. Aha, két mély beszélgetés, és akkor még egy ilyen passionate kiss kellene, ahhoz viszont szerintem több romance-re lenne szükség. Nézzük, mi van még. Most már egyébként szerintem meg lehetne próbálkozni a Try for a Baby-vel is, mert most már ő a pasink. Közben megvan a... Hát a passionate kiss az sajnos szerintem nem lesz meg. De egy Try for a Baby igazán számíthatna annak. Aztán utána megkérjük, hogy költözzön be. És... Szuper. Na és majd reménykedünk benne, hogy akkor összehoztuk az első terhességet. Nem katasztrófa, hogyha utána nem házasodnak össze, de azért mégiscsak úgy illene. Legendary date. Na, hát most már sokkal jobb volt ez a landing, mint a tegnapi, és nézzük is meg, hogy sikerült-e összehozzunk a terhességet. Szuper! Meg is vagyunk az első terhességgel, úgyhogy meglátjuk, hogy sikerül majd átörököltetni ezeket a géneket. Majd elmondom, amikor születik a gyerek, vagyis majd közben elmondom a szabályokat, hogy pontosan hogyan működik az öröklés, meg a felnövesztés. Na, most azt kéne először is elérni, hogy beköltözzön hozzánk. Ezt talán a Friendly-ben lehet megnézni, vagyis megkérni. Ne, nehogy elmenj, el ne menj. Ne menj el, kérlek. Nézd, valami régi filmet nézhet a zene alapján. Ó, visszatért, nagyon jó. Nagyon ókor dölelés után megpróbálunk még, lehet, hogy csak pisilni mentál, vagy valami. Még egy kicsit növelni a barátságot.
Igen, még egyelőre a barátságuk túl kicsi ahhoz, hogy megkérje a kezét. Azon kéne dolgozni egy kicsit. Ezt még mindig nem tudja, mondjuk ölelje meg nagyon. Még egy mély beszélgetés, mert azért ezekhez már eléggé mély a barátságuk. Megint kérdezzük meg a napjáról, mert egész nap a napjáról kérdezzük, az biztos nagyon jó neki. Ó, és ő gonosz, az mondjuk nem olyan jó. Na, és itt most meg tudjuk kérni, hogy költözzön be, remélhetőleg igent fog mondani, ha már gyerekünk lesz tőle. Tudnak egyáltalán erre nemet mondani? Na, annak nem örülök, hogy gonosz. Van egy kutyája. Oh, na jó, jöjjenek mind a ketten. És azt mondja, hogy eladhatja az összes... nem akarom, hogy... tehát elvileg nem szabad semmilyen pénzes csalást csinálni ennél a kihívásnál, úgyhogy nem adhatjuk el, hogy a beköltözésnél magával hozza a pénzét, mert az nem érne a kihívásban. Szóval most már velünk lakik. Végre Seiji, és nagyon boldog ettől, és van egy cukorfalat kutyuskánk. Az a kérdés, hogy mikor tudja majd Seiji megkérni Csillának a kezét. Most már meg tudja tenni, és remélhetőleg nem fogja visszautasítani. Igent is mondott Csilla Seijinek, úgyhogy megvan az első családunk végre, és akkor elvileg, ha minden igaz, akkor azonnal össze is tudnak házasodni, nem kell nekik semmilyen ceremóniát tartani, úgyhogy már úgy születhet meg az első... úgy születhet meg rögtön az első gyerek, hogy már férj és feleség. Még a kutyuskánk is örül neki, akit meg Kengónak hívnak, szóval... de aranyosak. Na, mondjátok ki a boldogító igent, vagy most éppen rosszul van az esküvőjén a terhesség miatt. Ez nagyon egymás fülébe suttogták a ígéreteiket. Mi? Mi az, hogy az első csókunk? Azért már csókolóztak szerintem. Nagyszerű. Na, viszont venni kell akkor Kengónak kutyatálat. Nem, ugye megnézzük, hogy az állatokhoz miért nincsen egy külön ilyen. Ja, itt van. Ez lesz szerintem az állatos dolog. Most egyelőre nem nagyon van sok pénzünk, úgyhogy nem veszünk neki ilyen semmi extra, de mondjuk 40 szimoleon az talán belefér még. És hol nincs ez útban? Ne rúgja fel senki. Mondjuk itt szerintem a kuka mellett van a legjobb helyem. És akkor ide tudunk majd rakni Kengónak enni. Jó. Belerakunk neki kaját, mert úgy látom, hogy... mit csinálsz? Mit csinálsz, kutyumutyú? Jó, értem. Éppen szerettem volna neked kaját adni. Na szóval, az öröklődési szabályok, illetve a felnövesztési szabályokra nincsen egy igazi szabály igazából, szóval ezt eléggé nyitva hagyta a kihívás, viszont én olvasgattam külföldi fórumokat, meg néztem egy-két videót, és ott volt valaki, aki úgy oldotta meg, hogy ezt a szabályrendszert igazából az ilyen általános legacy kihívásokból, meg a százbaba kihívásokból átemelte, és végül az lett a megállapítása, vagy az lett a szabályrendszere, hogy ugye a babákat a születésnapjukon lehet felnöveszteni, a tipegőket akkor lehet felnöveszteni, hogyha vagy az összes skilljükből hármas szinten vannak, vagy pedig három skillből full szinten vannak, és a tiniket, meg a gyerekeket pedig akkor lehet felnöveszteni, hogyha ötös tanulók lesznek a suliban. És onnantól pedig, hogyha már fiatal felnőttek kiválnak, akkor ki lehet őket költöztetni a háztartásból. Ez azért nehezítő körülmény egy kicsit, mert ugye itt az a fontos, hogy legyen egy utó, tehát valószínűleg sok gyereket kell majd csinálni ahhoz, hogy meglehessen az első utód, és amikor 8-an lehetnek egyszerre maximum a háztartásban, akkor lehetséges, hogy ez problémákba ütközik, hogyha még nem tudjuk felnöveszteni őket, úgyhogy mindenképpen érdemes vele foglalkozni, de amúgy azokat, akik nem örökösök, nem muszáj felnevelni,
hanem, vagy hát nem muszáj úgy, nem muszáj foglalkozni velük, annyi a lényeg, hogy túléljék a fiatal felnőttkorig, és akkor ők már ki tudnak költözni, szóval nem kell, hogy ötös tanulók legyenek, csak akkor gyorsabban el lehet érni velük a fiatal felnőtt kort. Nagyon aranyos ez a kutyus, csak lehet, hogy még így toddlerek mellett nehéz lesz vele. Most megint nem tudom megfogni, ezt nem egészen értem, hogy ilyenkor ezt miért csinálja, hogy nem tudom behúzni a pénzkukába. Mert nem, nincs mellette az a megfogós opció, hogy be tudja húzni. Úgyhogy ha azt tudjátok, hogy ezt miért csinálja néha a játék, akkor írjátok meg, mert itt most pont csomó pénzt kereshetnénk ezzel. Mindjárt megnézem, hogy ilyenkor mondjuk így működik-e. Hát mondjuk ezzel nem sokra megyek, hogy ide tettem, tehát így behúzni innen, nem tudom, a pénzkukába, és valamiért ezt most nem akarja megcsinálni nekem a játék. Most ezt engedtem megfogni, ami nem tudom, hogy miért van, de jó, ezt behúztuk a pénzkukába, és 30-at kaptunk, tehát a kutya is számít igazából. De most a kutyával sajnos annyira nem fogunk tudni foglalkozni. Jó, ezt valaki takarítsa el ezt a falat, mert ezt nem tudjuk elvenni, viszont ezt behúzzuk a hűtőbe, és akkor ezt is behúzzuk a hűtőbe. A kutyának lehet látni, hogy milyen van lent, vagy ilyesmi nem lehet persze látni, úgyhogy... És lehet egy síppal őt oda hívni. De még be sem mutatkoztunk neki, úgyhogy... Ó, miért? Agresszív kutya! Na, ez nem szép. Én most azt akartam, hogy kedvesek legyünk vele, akkor játszunk vele, hát ha azt tetszik neki. Úgy tűnik, ez jobban tetszik neki. Ezt meg ki kéne takarítani, vagy olyan koszosnak tűnik, bár lehet, hogy ez csak így néz ki alapból. Azért cuki ez a kutyának ennyi, hogy agresszív. Na, meg kell nézni, hogy ő mit dolgozik. Ja igen, ő egy alien goods trader, úgyhogy ez az astronauta karrierem belül van, ahogy látom. Ő már nagyon a tetején van a karrierjének, úgyhogy ez jó, mert gondolom az azt jelenti, hogy sok pénzt is fog hazahozni. Viszont most van 2 napja, úgyhogy ezeket a skilleket elkezdem fejleszteni nála. Először is 4-es szintűnek kéne lenni a rocket science skilljének, tehát az atomfizikus skilljének. Read a rocket science skill book. Tehát olvashatunk könyvet, meg építhetünk egy űrhajót. Na, de majd mindjárt megnézem, hogy mennyibe kerül űrhajót venni, mert gondolom, hát most 25... Ó, de magával hozta az 5000, a 20000 szimoleonját, úgyhogy ezt majd le kell vonnom, mert ez így nem szabad ezt a kihívást így megcsinálni, de majd a következő részre megcsinálom egy cheat kóddal. Na, és megnézzük, hogy mennyibe kerülne ez a spaceship. Na, akkor elkeresünk. Rocket Science... Ó, 8750-be kerül, meg 10000 szimoleumba, ezt nem tudjuk egyelőre megvenni, úgyhogy majd veszünk könyvet, hogy tudja fejleszteni ezt a skilljét. Na hát, Atlas, Baking, lehet, hogy az R betűnél lesz. Rocket Science itt van, ezt a 3-at meg is vesszük neki, hát 475-öt fizettünk érte, viszont szerintem ezt ő bőven visszakeresi. Szóval nézzük is, hogy mit tud elkezdeni. Aha, ezt akkor rögtön is kezdheti olvasni. Egyelőre elég jól áll mindennel, minden a zöldben van, úgyhogy... Honnan tudjuk, hogy mi baja a kutyunak? Adjunk neki még enni. Szegény Csilla már eléggé fáradt, de most még adunk enni a kutyának, illetve megmondjuk, hogy menjen el pisilni, és majd utána, sőt, még menjen el igazából fürödni is, és akkor utána mehet aludni. Aztán remélhetőleg már a kutyus is hamarosan lefekszik. Na, itt közben megnézzük, hogy... De itt tényleg minden a zöldben van, szóval királyság. Hogy egészen nyugodtan tanulhat egy kicsit, hogy fölvigyük a skilljeit. Ugye a fitness skilljét már 10-es szintre kell fejleszteni, szóval az majd azután jön, hogy 4-es szintet elértük a Rocket Science skillben, ez nem lesz egyszerű. És Space Mission a daily taskja. Ezt nem egészen tudom, hogy kell, de
Lehet, hogy ahhoz is egy ilyen űrhajó kell, vagy majd írjátok meg, hogyha tudjátok, hogy pontosan mi kell ahhoz, hogy Space Mission küldetést tudjon csinálni, vagyis ilyen napi feladatot. Na már nagyon kíváncsi leszek az első gyerekre, ami aki még valószínűleg ebben a részben nem lesz meg, hanem majd csak a következőben. De még mindig... Hát igen, szegényke eléggé fél tőle, de mindjárt megnézem, hogy mikor megy a második trimeszterbe. Hát 16 óra múlva, úgyhogy eléggé késő, és hát sokára fog szülni, szóval már biztos, hogy nem ebben a részben. Ó, üdvözölt minket a vámpír. Na és akkor Seiji meg eszik egy kicsit, és utána befekhető is mellénk az ágyba. Szegény Kengónak vehetnénk egy ágyat, hogy abban aludjon. Itt megnézzük, ez platform, ez nem tűnik ágynak. Pet bed. Aha, szerintem ez nagyobb kutyáknak, ez a nagyobb fajta ágyvaló. Szerintem ez inkább kiskutyáknak. Jó, akkor ide rakjuk neki ezt az ágyat, hadd aludjon. Hadd aludjon kényelmesen. Nem baj, Seiji úgyis akart venni egyet neki, úgyhogy most megörült neki, és lefeküdt aludni. De most ne ugassa fel őket álmukban. Menjen szépen aludni. Úgy, ügyes kutya vagy. De kis aranyos, hogy velük alszik. Na most kiébredt fel, szerintem mindegyik alszik még. Seijinek már eléggé kell pisilni, úgyhogy ha föl kell, akkor gyorsan el is küldjük, hogy nehogy itt bepisiljen. És csinálhatna valami reggelit. Mondjuk... tojás rántott tett békönnel. Igen, Csilla is eléggé éhes, szóval... Már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen nemű lesz a gyerekünk. Na hát, gyorsan kész kéne lennie, mielőtt Csilla felébred, mert most már tényleg nagyon pirosban van az éjsége, így közel a második trimeszterhez, már csak 8 óra is meg lesz, viszont ezt nem akarom, hogy elmenjen és magától elkezdjen kaját csinálni. Aha, mert most ő is el akar kezdeni főzni, aminek nincs semmi értelme, mert már csinálja Seiji a reggelit, meg is van, és persze elővette a cuccokat, csak hogy persze hova máshova tegyed, be a hűtőbe. Na, vegyél egyet szépen. Miért nem ülnek az asztalhoz tulajdonképpen? Ez nálam valamiért rendszeres probléma, hogy nem akarnak az asztalnál lenni, de nem baj, ők most így beszélgetnek ketten. Azt mondja, hogy hallotta, barátok lettünk. Nem barátok lettünk, hanem összeházasodtunk így egy nap alatt. Tehát, hogy így a második részben már van terhesség, van házasság, szóval nem mondom, hogy nem kapkodták el a dolgot. Most itt mi történik a kutyával? Ilyet nem szabad. Hogy lehet? Nem friendly. Hogy lehet megmondani neki, hogy ilyet nem szabad csinálni? Ez az, hogy nem... Itt le kell szúrni, hogy ilyet nem csinálunk. Rossz kutya. Csúnya rossz kutya. Ja, ráadásul még nem csak, hogy agresszív, de még makacs is. Úgyhogy nem szabad. Rossz kutya vagy. Na, akkor megmondjuk neki, hogy legyen jobb kedve. Hogy ne legyünk rosszba a kutyúval. Jól van, na most már kedveljük egymást. Na, szuper, ő neki el kell mennie gyorsan pisilni, mikor lesz már a második trimeszterben, még mindig van 6 óra. Azon kívül pedig mindene most már zöldben van. Adni kéne szegény, jaj, a kutyus már megint kiszedett valami kaját valahonnan. És most azt kajálja. Na nem baj, legalább nem megy kárba. Ezt is beúzzuk a hűtőbe, hogy... Ne romoljon meg, ezt meg legyél szíves és takarítsd fel, meg ezt is takarítsd fel. Most ezt meg már megette a kutya. Na, ezt nem tudjuk persze nem baj, berakjuk a hűtőbe, majd csinálnak vele valamit. A kutya most éppen nyüstöm minket, hogy takarítsd el. Hát ezt csinálom. Menj innen, rossz kutya vagy. Ne mosd el a tányérodat, kell nekünk a pénz. Gondolom a kutyának tetszik ez a büdös szag, ami a WC-ből árad. Na, ha már itt vagy, akkor most fel te a földet, és akkor mindennel készen is vagyunk. Igazából mindenkinek mindene
zöldben van. Most azt kéne elérni, hogy esetleg Csilla is tudjon valamit dolgozni. Hát állítólag nagyon rá tud fixálni dolgokra a kutya. Na, adjunk neki megint enni. Illetve kéne venni nekik egy számítógépet, ezt a következő részben megveszem majd, amikor látom, hogy mennyi pénzünk van, mert ugye le kell majd vonni 20 000 tőlük. Nem akarom túletetni a kutyát, de nem tudom, hogy hányszor kéne etetni őt egy nap tulajdonképpen, szóval így nehéz. Még szeretnék jutni a napnak a végéig, és akkor utána lezárni ezt a részt. Na, közben megnézem, hogy még mit kell. Ugye a Space Mission-t azt nem tudjuk egyelőre, hogy hogyan kell csinálni. Valószínűleg nem is tudja egyébként, mert szerintem kell hozzá egy ilyen rakéta. És akkor igazából őt elküldhetnénk edzeni, de nem tudom, hogy küldjük el egyedül. Tehát, hogy azt kéne, hogy ő elmenjen a konditerembe, de mi ne kelljünk hozzá. És hát igazából venni kéne neki valami... Na jó, azzal megpróbálkozom, valami olyan dolgot kéne neki venni, amin tud mondjuk futni, vagy edzeni, vagy valami, mert neki ez nagyon fontos, és valószínűleg most nagyobb szükségünk lesz rá, mint egy öltözőszekrényre. Hol is vannak ezek a dolgok, amiket edzéshez, meg ilyesmikhez tudnak használni? Szerintem itt lesz. Aha, hát itt van egy futópad, de meg kéne próbálni a lehető legolcsóbbat megtalálni. Ez egy masszázs asztal. Ó, ez is egy rocket ship, úgy, aha. Ez is egy űrhajó, úgyhogy végül is ezt is meg tudjuk venni, csak 5000, de még arra sincsen pénzünk. Na viszont, gyert nézni, hogy melyik a legolcsóbb kondi cucc. Ojjajjaj, ezek egyre drágábbak, és még mindig nem tartunk ott, hogy legyen egy, ami jó. Húha, na itt van az első, egy futópad 900-ért, hát most jobbat nagyon nem tudunk, ezt viszont akkor arrébb kell rakunk valahová. Itt, á nem jó, pont nem jó. Itt a gyerekszobában állhatna igazából a kutyú, vagy... Hát az a baj, máshol meg nem nagyon van neki hely, és itt, hogyha ide lerakom, akkor nem fognak elférni. De akár alhatnak kint a kutyú. Tessék, lehet neki most ez kint, amíg nem lesz nagyobb házunk, és akkor ide berakjuk szépen a futópadot, és akkor veszünk nekik egy asztalt. Mondjuk nem ilyen színűt, hanem valami sötétebbet, mert ez most ilyen... Ez az egész ház egy sötétebb... berendezésű valami, és akkor veszünk hozzá nekik egy ilyen széket, és veszünk egy, nagyon-nagyon kevés pénzünk fog maradni, de veszünk nekik még egy számítógépet is, aztán majd meglátjuk. Kéne egy írói karrierhez csatlakoznia, vagy valami ilyesmihez, ahonnan pénzt tudunk csinálni. Na és közben egy, ami még kéne, az talán egy kávéfőző, és akkor tudna rögtön energizált lenni Seiji. Most valamitől fél szegény. De akkor még lerakunk ide egy kávéfőzőt. Na, közben itt megtaláltam a konyhai kellékeknél a kávéfőzőt. Hát 50 szimoleonért tudunk venni. Ez nagyon jól néz ki. Az talán sokba kerül. De ez... Szóval, hogy ez jobb minőségű kávét csinál, mint a másik. Most de megkívántam a kávét. Jó, veszünk egy kávéfőzőt. Most miért nem tudjuk így hozzá fognak tudni férni? Ja, ugye ehhez kettő kell, és az a baj, hogy hát talán így hozzáférnek, de így meg szerintem nem fogják tudni használni a mellette lévő pultokat, de megpróbáljuk. Szóval egy kávéfőzőt is, hogy energizáltá tudjon válni Seiji. Vesz magának akkor... Na, tedd vissza szépen a könyvet. Persze, hogy nem teszi vissza a könyvet. Minden nekem kell megcsinálni. Utána egy kicsit edzhet, és akkor szerintem utána abba is hagyjuk ezt a részt, mert most már eléggé hosszan tartó volt, illetve hosszan játszottam vele, szóval most már a izgalmakat a következő részre is kell tartogatni. Na, legyél szépen energizált. Még nagyon sokáig kávézgat itt magában. Most már energizált, nagyon jó, úgyhogy megkérjük, hogy menjen és fusson egy kicsit. Nagyszerű, és akkor így remélhetőleg fel fog menni majd a fitness skillje egy kicsit. No. Most éppen boldogtalanná akar tenni valakit, mert ő gonosz. Nem szép tőle. Na, és akkor itt azt mondjuk neki, hogy válasszon egy karrier irányzatot. Ó, és ő is nagyon energizált lett, nem tudom, lehet ő is ivott egy kávét. Most nem akarok olyat, ami a Get to Work-ben van, hanem azt majd lehet, hogy... valamikor később, hanem inkább
vagy író, vagy festő lenne jó. Lehet, hogy most megpróbálkozom a festővel, mert eddig mindig csak írtam. Úgyhogy most ő akkor a festő karrierhez fog csatlakozni, és festményeket kell csinálnia. Mindjárt veszek is neki egy festőállványt. Hát ez meg kicsoda. Nem, most nem megyünk sehová. Most még az első gyerekünket próbáljuk megszületni. Ez vajon hogy van helyesen? Megszülettetni. Na mindegy. Szóval az első gyerekünkkel próbálkozunk még, úgyhogy addig most nem nagyon megyünk sehová. Viszont szerintem akkor én itt most lezárom ezt a részt. Biztos, hogy te terhesen akarsz futkorászni? Na mindegy. Le fogom most zárni ezt a részt, és akkor folytatjuk majd innen a következő részben. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok majd alatta egy lájkot, és adjatok tippeket, ötleteket, illetve ha van bármi kérdésetek, azt is írjátok meg nyugodtan. Találkozunk jövő héten a következő résszel. Sziasztok!